Üdvözlöm a kedves nézőket! Ma 2023. január 27-e péntek van. Úgy döntöttem, hogy most megnézzük ezeket a szőlőveszőket, amiket itt ebbe a ládikában gyökereztetek. Na, épp elég ideje itt vannak. Hát, ha történt valami. Mondjuk éppensége történt valami, mert ugye egyszer kilukadt a zacskó, és vízben álltak. Úgyhogy az eredeti palán, vagy veszők mellé hoztam be még 2, 4, 6, 8 darabot, amik nem álltak vízben, viszont elfeledkeztem róla, és kiszáradt egy kicsikét, úgyhogy most egyszerűen nem tudom, hogy lesz-e valami gyökér, vagy sem. Hát 2-3 napja belocsoltam őket, hogy a közeg nedves legyen. Nem tudom, hogy kiderül, mi van. Nézzük. Ajjaj. Na. Szóval... Hát, ezek szerencsétlen kis... Mi ez? Nincs rajta semmi, csak rothad. Ez egy próbálkozás volt, mintha itt pedig gyökér kezdemény lenne rajta. Szóval ez Mikulás virág. Cicamica, itt kell segíteni? De örülök neki. Na mindegy ez. Hát, ebből már nem lesz semmi nagyon valószínű. Ezt ki is dobhatjuk. Na, gofri, mennyi máshova most, jó? Hát akkor nézzük. Ez bizony... Ez semmi. Jaj, cicamica. De örülök neked. Úgy. Ezen sincs semmi. Ezen sincs semmi, még csak meg sincs duzzadva. Hát érdekes. Vagy nem érdekes, mert hát vízben ázott. De látszik, hogy el van a feketedben. Mint hogy ezek... Ezekkel majd azt fogom csinálni, hogy visszamágom a következő nóduszig, aztán itt van egy kis gyökérke, de ez nulla. Igen. És ez. Gyakorlatilag ezen sincsen semmi. És az utolsó, ami egy izé volt, egy valamilyen csemege szőlő. Hát. Én ezen sem látok semmit. Hát... Úgy látszik, a vízben állás nem tett nekik jót. Mennyi nem gofri, mert bajok lesznek. Ezek meg itt, hát mennyi 2 hete lehetnek itt benne a földbe. Ezen sem látszik semmi. Nincs, meg sem vastagodott. Ezen itt már kezdődik valami. Tehát a kalózosodás beindult. Már reménykeltő dolog. Igen. Hát ez... Olyan, hogy ez... Nem érdemes, szóval se. Hát ez is olyan, hogy... Ott látszik, hogy valami vastagodás van rajta, de... Ez még messze nem gyökér. Még úgy érzem, hogy mindig kicsikét ez száraz az a közeg. Úgyhogy még kell bele víz valószínűleg. Na, itt is kalózosodás megindult. Tehát lehet, hogy lesz abból valami. Gofri. Meg már arrébb, de drágaság. Ó, ez igen, ez na. Itt ezen már gyökér kezdemény is van. Kis határozott duzzadás. Még éppen nincsen gyökér, de már ezből az lesz valószínűleg. És ez szintén. Nos, tehát akkor úgy látszik, hogy amik vízben áztak, azok
reménytelenek, viszont ezeket, amiket utólag hoztam be, már nem vízben álltak, hanem ebben a, hát most még mindig száraz közegben, és esővízzel majd még be fogom locsolni. Sőt, lehet, hogy ki fogom próbálni azt, hogy esővízbe egy kis mikorrizagombát feloldok, és azzal locsolom be. Miért ne? Na, ez lett volna az egyik, amit meg akartam nézni. A másik pedig, ahhoz föl kell menjünk a konyhába. Gofrite, drága Istenem. Na szóval az a helyzet, hogy én elég sok ilyen csemegeszőlős Facebook csoportban benne vagyok. És ott egy ismerősöm, bizonyos Madarász Szilveszter küldött nekem 4 képet. Egy érdekes gyökeresztési módszerről. Azt a kollégája, bizonyos Tóth Mihály ötlete alapján a Tóth Mihály sógora valósította meg. A dolog az abban merül ki, hogy a vesszőket előkészíti, de be se karcolja semmit, csak finoman összeköti őket, folpakba betekeri, és beleállítja egy üvegvízbe, és kimbon a nyári konyhába. És ahogy most bevágandó képeken majd látszik, hát sikeres a gyökeresztetés. Úgyhogy ezt most én meg fogom próbálni. Ez most összesen azt hiszem 10 darab, igen, 10 darab vesző. Hát, még egy kicsikét ragad, nem szárad meg teljesen a fagél a végén. Azt mondja, hogy azt hiszem, ez 4 darab szuvenír. Ezeket így összekötözgetem, hogy legalább ezek legyenek egy kubaszban. Aztán elvileg van 3 még nem pölöskei. És 3 teréz. Azért ezeket a vesszőket választottam erre a célra, mert valaki kért tőlem ezekből a fajtákból vesszőt, aztán, hogyha meg is gyökeresedik, akkor még annál jobban fog neki örülni, ha úgy kapja meg őket. Na, akkor most ezeket itt szépen az aljuk egyforma magasságban legyen, vagy mélységben, és akkor még itt egy szelíd kötődést alkalmazunk rajta. És akkor most jön a neheze, a folpakkal mindig bajra vagyok. És akkor ezt levisszük a pincébe, és beletesszük abba a üvegbe, ugye, amiben esővíz van. Ebben a befőttes üvegben van az esővíz. Remélem belefér a szárát, jó, befért. És úgy látom, hogy kellőképpen benne vannak a vízbe. Leszem őket. És akkor ez a rongy, ez talán jó lesz arra, hogy a párolgást azt visszaszorítsuk. No. Hát akkor ezt én akkor a továbbiakban most az lesz, hogy ezt meg fogom csinálni, hogy kicsikét még megnedvesítsen. Mikorhizás vízzel. Úgyhogy
Ezt a két dolgot akartam a videóban. A következő videó az valószínűleg az lesz, hogy majd megnézzük a paradicsomoknak a gyökerezése, hogy hogy áll. Nézegettem őket, ami vízben vannak, az határozottan megindultak a gyökerek, tehát van remény. Viszontlátásra abban a videóban.